bensőséges istenünk, tisztelettel kérünk, éljen még sokáig jó szitja hun népünk. Ez a nép a múltját őrzi, óvja, védi, származása szerint rendkívül is régi. Büszke szemmel nézzük Nimrud király fényét, az égen győzi le örök ellenségét. Csodaszarvasunknak követjük futását, hunort s magyart hívó égi vágtatását. Attila kardjáról csodákat mesélünk, ha e kard kezünkben senkitől sem félünk. Csaba ifjú király, meghajlunk előtted, fényes csillagösvényt az égre tesződted. Esztergomi falra festett oroszlánok, mint apáink régen, törjük szét a láncot. Figyeljük a turul madár érkezését, a tudás népének újjászületését. Szeretett hazánkat körbeveszi Kárpát, ide tértek vissza álmos fia Árpád. Áhítjuk óvó szent magyar koronánkat, ha ősfényben ragyog, ránk senki sem támad. Örök Magyarország, sosem maradsz árva. Ennél fejeztük be, ennél a bálványnál, ami sajnálatos módon eltűnt. A orosz tudományos berkekben nem feszegessük tovább. Viszont egy példával még adós maradtam, ugye a dél-amerikai példát elmondtam, hogy a ló-lóvas egybetartozását bizonyítja a indián őslakók képzete a lovas konkisztádorokról, azt hitték, hogy egyetlen lény. A másik példa, ami itt viszont feltétlen kiemelnék, hogy legyen magyar példa is, az nem más, mint kedvencem, mint hogy a tanulmányomban is foglalkozom Szent Lászlóval és a magyar őstörténettel. Tehát Szent László és Szög nevű lova. Itt feltétlen ki kell, hát a leányrabló Kun és Szent László harcát mindenki ismeri, gondolom. Nagyon fontos kiemeljük, hogy a krónika a következőket írja, hogy miután észrevette, hogy a váradi püspök leányát elrabolta ez a kunvitéz, a fölülvén lovára, és most jön a fontos, fölülvén lovára, akit Szögnek hívott. Ugye Zug latinosan, de ez Szög, ami egyébként a fakóságára után, régen utána tiszteletből és kultuszból is a sárgás lovakat nagyon sok gazda Szögnek hívta. Az én lovam is egyébként a szögnevet kapta a határőrségnél, amikor ott teljesítettem szolgálatot. Jó, tehát a ló és a lovas egységét fejezi ki csodálatos módon ótűk vagy hun rovásírás pontos értelmezését nem tudjuk, én nem tudom legalábbis. Jó, akkor menjünk tovább. Igen. Na itt ugye a elhangzott kérdés is megválaszolja a részben, hogy a
mai ember, hát a mai ember, tudom én, hogy honnan számítjuk a mai ember, a mai modern embert, legyen történelmi kategória az angol polgári forradalomtól, 1842, hát ugye ez dőresség, ilyesmit mondani, de hát a mai modern ember és a régi ember világváltásának különbözőségét is kiolvashatjuk tökéletesen ebből a plasztikus táblatokkal dolgozó, véleményem szerint igazi műalkotás kapcsán. Törzsi tánc, hát mikor táncol az ember, nyilván akkor táncol, amikor örül, és ennek az örömnek az oka a zsákmány, ami középütt foglal helyet. Hát jó lehet látni, hogy itt ugye egy szellem van, akinek a szeme és az orcája, hát hogyha összekötjük, az egy hal formájú. De hogy bizonyítsam ezt, és ez nem az én kitalációm, tehát itt véletlenül lehet bizonyítani, ez az alak itt, akit majd később megtekinthetünk, kinagyítva majd látjuk, ez nézzük a következő képet? Azonban itt van. Ő az. Ez az alak nyílveszőkkel van átlőve, imitálva persze, és a kezében halakat tart. Elég lassan lehetett ezt megfejteni, egy év alatt sikerült. Úgy kikaparáztam a nagyításokból, hogy ezt pontosan lássam. Magyarul, milyen részletekre világít ez rá? Hogy nyilvalvadáztak a halra, ugye? Nyilvalvadáztak a halra, és nagyon sok nyilvesszőt visel a alakoskodó táncoló, hiszen ez a tánckörbe volt előbb, csak itt most ki van nagyítva, és a szemben lévő Srivizavét lévő főlavaknak, az nyilvánvalóan a sámán lesz, átnyújtja a zsákmányt. Tehát, hogyha visszamegyünk, akkor egyből láthatjuk, hogy ez egy zsákmány szerzési ünnep, mégpedig gazdag halzsákmányra tettek szert, és láthatjuk a táncolók között a sámánt is. Különböző állati jelmezekben vannak a jelmezekben, bocsánat, alakoskodó ruházatban vannak a táncolók. Ezt az alakot is megnézhetjük közelről. Ő az. Ez pedig egyértelműen ugye, hogyha a fejét megnézzük, egy madár. Hát nyilvánvalóan, hogy kerül összefüggésbe egy halzsákmány szerző ünneppel a madár fejű alakoskodó törzsi tag. Hát úgy kerül össze, hogy a madarak is szoktak halat fogni, ugye? Sasfélék és így tovább. Tehát itt különös gondolkodás jelenik meg. Egyrészt ez az egyetlen egy alak megjeleníti magát a konkrét vadászatnak a körülményeit. Tehát nyilvánvalóan a szárazföldről olyan nyilvessző áradatot zúdítottak a vadászat során, hogy rengeteg halat sikerült fogniuk.
Ugyanakkor a sámánnak nyújtják át, a sámán pedig a törzs köszönetét meg fogja köszönni a szellemhatalmaknak. De ugyanakkor a hal más élőlénynek az eledele is. Ugye? Ebben az esetben itt ugye azért szerepel a madár fejű, vagy madárra lakoskodó ember. Itt láthatunk más állati jelmezekben, vagy imitációban alakokat, de ez már egy másik kultúra, ez a Pecsora vidékén talált sziklaváz, de azért lett ez egymás mellítéve, mert mégiscsak ugyanaz a kultúr folytatás. Tehát itt láthatjuk, hogy a felső kettő az szarvas imitáció. Ez valószínűleg a lelógó medve mancsokból ítélve, hogy ez medvefej. Ez némi bonyolalmat okoz, valószínűleg ez egy szellem, az erdő szelleme, vagy a zsákmány szerzés szelleme, nem tudjuk ezt pontosan megmondani, de ilyen képzetek a mostani törzseknél is, mondjuk konkrétan szibériai törzseknél is fölbukkan. Tehát így van összeköttetés a kettő között. Jó, akkor következő. Ez vágott. Igen. Jó, még egy fontos dolog, hogy nézzük meg, hogy azért Krisztus előtt 2000 éve, vagy akkor nem is Krisztus előtte mondom, mert az egyből egy történelmi vonatkoztatást ad, egy történelmi keretet ad. De most itt, amire fel akarom hívni a figyelmet, az, hogy művészetileg hogy van ez az elrendezés megoldva, és micsoda mesteri távlatok vannak, ugye? Nézzük meg, hogy a közelálló sámán alak, ez egy kör, ugye? És ráadásul még azt is látjuk, hogy nem is egy egyenes terepen zajlik ez a tánc. Tökéletes a távlati elhelyezés. Tehát művészetileg inkább a reneszánszt mondanám, hogy a reneszánsz nagymesterek sem tudtak többet a távlattanról, mint az ősi sziklarajzokat készítő ismeretlen emberek. Jó, ez a művészet történeti részére mondom. Jó, ez volt már, igen. Teremtés mítosz. Hát a teremtés mítosz minden törzs életében alapvető. Tehát egy mitológiai történet, hogy a rajta kívüli világ miként jött létre. Ez nem olyan világos, mint amit korábban láttunk már, mondjuk az univerzum születésénél, vagy pedig ahol az ember átadta a leveles ágat a két szellem alaknak, hát ott egyértelmű volt. Itt azt látjuk, hogy a nap, vagy a főisten, vagy az életadó isten, tehát nagyon sok szinonimát mondhatunk, van ábrázolva, és érdekes, hogy ez a párosság, hogy ez, vagy miért lehet.
ugyanis ezt a városságot megtaláljuk itt is, de itt már egyértelmű állatmaszkokban, vagy állatszerű szellemek, vagy emberek állatmaszkokban. Inkább én szellemekre gondolnék, mert hogyha megnézzük a karmokat, és tehát inkább nem e világi teremtések ezek. Ezek a kipöttyözött részek ne zavarjanak meg senkit, mert ezek a sziklának a természetes lepattogzásai. Tehát ezek nem tartoznak az ábrázoláshoz. Na most a perspektíváról beszéltem előbb. Nagyon fontos dolog, hogy még mielőtt elkezdjük ezt értelmezni, az alapvető dolgot nem tudjuk. Mit? Hogy a egymáshoz való viszonyítás az egymás fölöttiségre utal, tehát alá fölé rendeltségre, vagy hogy egyik a másik után következik. Tehát ezért itt van az alapvető baj ezeknek a nagyon régi sziklarajzoknak az értelmezésével. De még az is elképzelhető, hogy mind a kettőt jelenti egyszerre. Szerintem ez az utóbbi, a mi szívemhez közel álló. Ez pedig nem más, mint hogy a nap sugarai fokozatosan, hát azért van több alak ábrázolva, mert tehát ahogy beteríti a fény napfelkeltekor, és ahogy szorul ki a fény alkonyatkor, ugye vonulnak ki a sugarak, és a nyomukban pedig jön a sötétség ennek az időszaka. Nehéz egyébként erről nagyon sokkal többet mondani. Ami még erre utalhat, az nagyon fontos, hiszen ha megnézzük a sugarakat, akkor a végük, ugye itt sötéttel van ábrázolva, tehát ez festett, és láthatjuk, hogy a kéz folytatás is, tehát olyan az egész kéz vég, mint a sugár. Tehát ez azt jelenti, hogy a fehér fény fokozatosan sötétedik be. Akkor következő. Na hát ugye ez van a plakáton is, ez valóban egy rendkívül titokzatos ábrázolás. Véleményem szerint ez sámán ábrázolás, ez több dologgal támasztanám alá. Ebben együtt is lehetséges, hogy nincs igaza. Hát amit tudok, az a következő. Az emberi alaknak a jobb kezében valami titokzatos kis tárgy, vagy valami kis növény, vagy valami van, ezt látjuk, ugye? Ugye, míg a másik kezében nincsen. Tehát ezek a problematikus pontok. Tehát mit tart a kezében? Nézzük meg, hogy előbb már beszéltünk itt a napábrázolásról, napsugarakról. Ugyanaz volt, hogy a sugarak egy darabig tartanak, és utána vagy szaggatottak, vagy beszíneződnek, és így tovább. Ott a napszakokat fejezte ki. Ugye? Itt viszont egyértelműen egy sugárzást jelent. Egy sugárzást jelent, mondhatni valami aurát is. Tehát valamiféle
valamiféle elrejtettségben van az arca. Látjuk is, meg nem is, ugye? Pontosan. Még ezt ugye tulajdonképpen a szibériai sámánmaszkok tudója is, Ivanov, és mondja, hogy vannak ilyen jellegű sámárrajzolatok, ilyen sugaras sámárrajzolatok. Na most, ami a legnagyobb problémát okozza, az ez. Ugyanis, ami szerény tudásomból kikövetkeztethető, az egyik az, hogy ha sámán, akkor a sámánok nem azonnal kapják meg a szent dobot, ugye, amivel a sámán avatás történik, hanem ami bele nem tanul, igazán nem érzés, a szellem hatalmak is úgymond idézőjelben rábólintottak, hogy lehet sámán. Addig egy botot kap. Egyből kapcsolódhat ez az egész kérdéskör a csörgő botokhoz, a különböző állatfejű bot végződésekhez, amit a Kárpát-medencében egyébként a zavarok hoztak be. Avar sírleletekben lehet is találkozni velük, főleg ragadozó madárfej, és így tovább. Na most, hogy ez volt? Igen, csak hát ezt nem értjük itt akkor, hogy ez itt micsoda. Mert ha egyébként is, ha bot lenne, akkor a kezében lenne, ugye? Tehát egyből mondom azt is, ami megszáfolja az én elméletemet. Ami szintén érdekes, hogy a szája előtt van. Szája előtt van. Tehát nagyon jól tudjuk, hogy a régi közösségekben igen gyakori volt, és még most is az élő közösségekben evenki csúcs búrját egyéb őslakó közösségben a tabuknak a létezése. Tehát, hogy mihez szabad nyúlni, mihez nem szabad nyúlni, mikor mit lehet tenni, miért nem, a miérteket nem szabad kérdezni, mert ez már ősidők óta így van. Hogy már a hakaszokról van szó, akkor mondok egy-két ilyen tabut, és akkor egyből rálátásunkra az, hogy miért nem fejthetők ezek teljesen föl, ezek a rajzok. Például a hakaszok úgy gondolják, hogy az ujjak hordozzák a boldogságot. Az ujjakban van a boldogság. És az ujjaknak a keresztbetétele ilyen formában, vagy ilyen formában tilos. Mert ez azt jelenti, hogy a boldogságot elűzi. De ugyanúgy tilos például, ez már egy bonyolultabb összefüggés, egészen pontosan csak teóriák vannak rá, hogyha vizes egy hakasznak a keze, akkor a vizet nem szabad lerázni az ujjairól. Na, ez is tabu. Na, de a tabu mögé, a tabut nem lehet elmagyarázni, mert akkor fölfejted a lényegét. Hát azért tabu. Ugye? Azért tabu. Hát valamikor ennek
ősi oka volt, hogy ezek kialakultak. De az idők során ezeknek a jó része, nem azt mondom, hogy az összes, jó része elhomályosult. Persze vannak egyértelmű tabuk is, például szintén hakasz tabu, hogy hogyha zsákmányt ejtesz el, akkor a zsákmány állatnak a vérét nem szabad szétcsöpögtetni. Minél kisebb területen kell. Ugyanis úgy gondolják, hogy a vérében lakozik az állatnak a lelke. És ebből fejezik ki az állat iránti tiszteletet. Jó, tehát úgy gondolom, hogy ebben a tételezzük fel sámán ábrázolásban a tabuk is megnehezítik az értelmezést. Jó, itt ezeket már láttuk, de itt pontosabban lehet látni a különböző állat alakoskodókat. Ugye a felső sorban farkasok, bal kettő, egy-kettő, a jobb oldali kettő, ez madár, ragadozó madár. Itt ez, hogyha ezt megnézzük, de ez sziklarajz, tehát ezt ne felejtsük el. Hogyha ezt megnézzük, ez tökéletesen úgy néz ki, mint a nagyszentmiklósi aranykincsünknek a griffje. Tökéletesen úgy néz ki. Ugye csak egy sziklában van vésve, nem arany ötös munka. Ez pont látszik, hogy ez nem egy világi állat, ez egy mitológiai griff. Itt láthatunk két medvebőrbe bújt. Látható, hogy a bancsát is meghagyták. Itt is. És az utolsó kettő, pedig az alsó sorban, hát ez egyértelműen ugye a világfát hordozza. Azt nem tudom, mert szakirodalomban nem láttam még ami maradt volna ránk. Szintén a Ivanov féle gyűjtésre gondolok itt. Tehát ami a világfát ábrázolta volna, de ez lehet, hogy ez csak a sziklarajzosnak a képzelete, és nem egy valóságos valóságosan megjelenített személynek a rajza. Erre utal az is, hogy az utolsó alak az egyértelműen non-antropomorf, ugye? Tehát ez nem emberszerű, mivel hogy látszik, hogy három arca van. Tehát ő csak nem is gyanús arcú, ugye? Hanem három arcú. Ez szinte majdnem bizonyos, hogy valamely szellem. Tehát a vadászathoz, természethez fűződő szellem alak lehet, másra nagyon nem tudok gondolni. Jó? Hát ezek voltak a maszkos állatbőrös alakok. A következő. Jó, az volt. Igen. Na itt megint arra hívnám föl a figyelmet, hogy elképesztő művészi tudásról árulkodik ez a sziklarajz. Nézzük meg ezt a lót, hogy ez testében befelé fordul, és néhány egyszerű vonallal olyan plasztikusan van megjelenítve, hogy az ember elcsodálkozik. Ugyanakkor egy nagyon ősi
technikát, én nem tudok róla, hogy Szibérián kívül lenne még egy ilyen. Hogy ábrázolja az ősi sziklarajz készítő mester, én mondom, hogy mester, de valóban mesternek gondolom, egy takart felület mögötti történést, amit szintén fontosnak tart, de meg akarja különböztetni az előtte álló élőlénytől, tártól, a tártól, egyébtől. Hát nézzük meg, a farkas mögött van egy hatalmas nagy bika távol van, ugye? De az ő alakja vékony, egész vékony vonalban van megrajzolva. Tehát, hogyha ezt nem rajzolta volna meg, akkor csak ennyit látunk, ugye? Fogalmunk sincs arról, hogy mi lehet ez a dombolat. Hát ugye ez a bika háta. Na most, ami szintén nagyon érdekes. Tehát mint egy röntgen átlátunk a farkas testén. Ami szintén perspektívikus szempontból, távlattamból érdekes. Nem egy farkas van itt, hanem kettő. És itt a messzeségben pedig erről az éhező farkastól, aki zsákmányra, amelyik zsákmányra vadászik, nem is vesznek tudomást, annyira messzire van, ugyanis ezek az állatok békésen iszogatnak folyóparton valószínűleg. Itt viszont van egy másik állat, másik farkas, itt van a magyarázat erre a különleges ábrázolásra. Ugyanis egy hegy oldalon mászik fel ez a farkas, és onnan a hegy magasából pillant le a mit sem sejtő ivóállatokra. Na most ez a farkas, ez fölülről is, meg oldalról is van ábrázolva. Hát úgy gondoltam, hogy ez feltétlen elő. Na most ezen kívül még látunk két emberszerű fejet is, de csak a fejet. Ugye itt az okunyevi és a dél-szibériai ábrázolásokban ezek a mikroelemek, ezek a hajnyitott hullámszerű, félő hullámszerű vonalak, ezek szinte majdnem mindig szellemre utalnak. Tehát ez is a vadászathoz köthető valamely szellem alak a hitünkben, képzetünkben. Ugyanakkor van itt még egy szellem alak, hát ugyanakkor az is bizonyítja, hogy ez szellem alak, hogy csak a feje van ábrázolva, és az állatok, a környezet tudomást sem vesz róla. Tehát nem azon a cselekmény síkon vannak ábrázolva ezek a fejek. Köszönöm, és akkor itt is egy ivó, előbb már láttunk egy ivó állatcsordát a folyóparton, csak nagyon messziről. Itt meg láthatjuk nagyon-nagyon-nagyon-nagyon közelről. Hát, ami egyértelmű első látásra, hogy ez egy hatalmas méretű élőlény, hát azt is látjuk a roncsából, egy ilyen tanulni szarvas. Nem is akármilyen szarvas, hát trófea szarva van, roncsa van. Hát ez egy óriási nagy szarvas,
azt is el tudjuk képzelni, hogy mitológikus szarvas, mert majd erre később rátérek, hogy itt látható a lába tövében egy nagyon furcsa szellem alaknak a feje. Ugye? Na most itt egyből közvetlenül mellette ember alak kutyával. Ugye, már ez is mutatja, hogy ez egy hatalmas méretű szarvas. Tehát itt nem tudjuk ezt megállapítani. A valóságban látott ritka nagy példányról van szó, vagy egy mitológiai szarvasról. Megint ez az úgynevezett átvilágításos, vagy röntgen láttatás figyelete meg. Nézzük meg, hogy milyen tökéletességgel van még a szarvas koponyáján belül is a nyelv, a száj, a bőrnek a redőzete, elképesztő részletesség. Na most, ami zavart okozhat, és vagy ismét a többértelműség felé vezethet, az, hogy a végtagjai. Ugye hát egy szarvasnak nem ilyen végtagjai vannak, ugye ez a hátsó két lába, de nézzük meg. Itt pedig emberszerű kezek vannak, ugye? Öt ujjú kezek vannak, de a lába az csak három ujjú. De hát tudjuk, hogy egyik se stimmel a szarvasra alkalmazzuk. Tehát antropomorf és zoomorf végtagok, figyeltük meg. A farok ábrázolása egyértelmű, hogy a természetes repedéseket használta ki az alkotó. De hát ebben különösebb értelmezési problémák nincsen. Azt is láthatjuk, hogy ugye vannak kutyák, emberek, óriás szarvas, de az egészen biztos, hogy ez nem vadászat. Miért nem vadászat? Mert egyetlen szereplőnek sem olyan a helyzete, támadó vagy védekező, ami előfordul a vadászat során. A szarvas nyugodtan iszik. Ugye? Jó, hát mondhatnánk azt, hogy nem tudja, hogy ilyenek a vadászok. Na, de hát a vadászok is nyugodtan ácsorognak, ugye? Tehát eszköz sincs a kezükbe. Mármint fegyver. És akkor végül itt pedig a mitológiai értelmezést erősítendő látható egy nagyon érdekes szellemfej, a túlvilági erőnek a megjelenítése, a vad védelmezője, vagy a vadászat, vagy a természet, nem tudjuk. Jó. Következőt kellene. De ha van esetleg kérdés közben, jó. A tengrizmusról már beszéltem, ugye? Ez egy összefoglaló név. De ez nem azt jelenti, hogy egységes képzetrendszer, egy hitvilág. A főisten neve az, a főistenben megegyeznek, de szinte népenként itt őslakó népekről van szó, tehát Ázsiában vagyunk, és Szibériában, Dél-Szibériában.
Hát ez eleszinte nem is tud mit mondani az ember. Ez olyan, hogy ez bármelyik grafikus művész megérjelhetné, csak hogy. Ez nem így van ám, mint ahogy láttuk már az univerzum születésén és más helyeken is. Ez hogy szerepel? Hogy látható ez a lenevér? Itt kitalálható ugye, hogy a térábrázolásban, és itt csak a lenevér kiemelve, mint rendkívül látványos és megdöbbentő szép alkotás, de fölötte ott a Főisten, és láthatjuk itt a azonosulás jelét, tehát azt úgy mondanánk mai szóhasználattal, hogy az Isten erre az élő lényre gondolt, ugye? Tehát itt utalnak az azonos motívumok erre. Tehát ez a kiterítettségében látható, csak ami egyébként ezt választottam a füzetemnek a címlapjára is. Úgyhogy nagyon szép kivitelmű, köszönhetően a Füski kiadónak. Nézzük meg azért még a méretét is, hogy ez egy monumentális darab. Ez az oszlop majdnem 3 méter magas, 780 centi, 90 centiméter átmérőjé. És mint lehet, hogy hiányzunk is a tepeléből valószínűleg. Igen, ez egyébként a vörös homokkő jellemző. Le van egy kis rész törve a felső részéből. Egy fél méter hiányzik. Ott lenne neki a csúcsos fóta. Igen. Jó, akkor nézzük a következőt. Na, élete tanulnak. Hát ezt a címet adtam neki. Hát eléggé evidensnek tűnik, hogy az emelkedő napot ábrázolja, hiszen majd kiterek rá, akármilyen is ábrázol, ez növényt, állatokat, mind nyújtózkodik felé. Tehát ez napfelkelte egyértelműen egy Vörös Sándor idézet jutott erről eszembe, hogy földi férgek mozognak, aranydeszkák hasadnak. Igen? Hát ez szinte tökéletes, hát az aranydeszkák ugye a napsugarakat jelenti, ahogy a napsugarai betörnek a sötétség világába, minden földi féreg, azaz minden élőlény elkezd a nap világossága fény felé mozogni. De megdöbbentő a képnek a sűrűsége és művészi egyszerűsége. Hangsúlyozva ezt a művészi, tehát ez ugye nyilván az alkotója meg is borzadna ezen a kifejezésen, hogy mi az, hogy művészi. Azt mondja, hát a törzsből mindenki így látja. Úgyhogy jó, ezt az egyszerűsége miatt van. Na, igen, ez a Halott és Szellem címet adtam neki. Ez egy egyetlen kőbálvány. Itt is a stílus elemek rokonságából indulhatunk ki, hogy a jelentést illetően. Hát itt nagyon kevés dologról van szó. Tehát, hogy halott, az a pont, hogy kiveszik a szeme fénye, ugye? A
kiveszik a szeme fénye, de hát ugye ugyanakkor, hát hol veszik ki a szeme fénye, ugye az üres tekintet, mert innen hiányzik a tekintet, ugye, tehát ez a halott. És itt a tekintet visszajön, ugye? A tekintet a túlvilágon, azért is került alulra. Itt ugyan csak az egyik szemed, de hát felesleges a másikon is érzékeltetni. Tehát idézőjelben nem nőbeszédű, de egyértelmű. Másik a száj, hogyha megnézzük, ugye ez egyértelműen egy tónustalan, ugye? Egy tónustalan, amikor meghal az ember, ugye pittyed az ajka, az álla leesik, stb. Stb. Hát itt meg egyértelműen, ugye, majdnem, hogy mosoly, ráhúzódik a száj. De hát itt látszik viszont, hogy amit előbb beszéltem, hogy szellemekre jellemző ez a kis hullámvonal, ugye? Hát ez szinte bizonyítja, hogy másik nagyon fontos ilyen rajzi, grafikus bizonyíték, hogy a túlvilági lényeknek a kontúrja kétszeresen volt meghúzva. Tehát itt láthatjuk, ugye, hogy itt van kétszeresen meghúzva. Tehát, hogyha majd megnézik a nagy szakkönyvet, ebben számtalan példát találhatnak, hogy a szellem alakoknak, a szellemeknek a kontúrja az duplán meghúzott. Na hát ez az egyik legnehezebben kiámozható rajz, hát ezért is áll a szívem az a legközelebb szinte. Úgymond szerettem a nehéz feladatokat. Nézzük meg először is, hogy mi az, amit látunk, és mire gondolhatunk, és akkor fel is soroljuk, és akkor valahogyan megpróbáljuk ezeket csoportosítani logikailag, és tovább. Tehát itt látunk először is egy antropomorfis, zoomorf, ember-állat keverékű, nagyon furcsa lény. Ja, a lábai az egyértelműen emberszerűek. Na most innen nézzük meg, hogy ez a törzs, ami ilyen korongok, lást mondjuk polc korongok, de hát nyilván nem ez jutott az eszébe az illetőnek. Tehát a hajlást akarják inkább mutatni, a hajlatot. Egy olyan fejbe végződik, ami egy ragadozó madár egyértelműen. Ragadozóval előbb beszéltünk a törzsi tánc kapcsán erről. Láthatjuk, hogy éppen halat eszik. Itt van a hal. Ugye? Halat eszik egy ragadozó madár. Mi a ragadozó vízi madár? Ebben nem vagyok otthon a madártamban. De az biztos, hogy ragadozó madár. Na most, ennek a különös kreatúrának a kreatúra az egyik kezében valamiféle szákokat, tudjuk mi az a szák, ugye? Ez a hálós, amiben rakják a halzsákmányt. Hát mivel ez halval él ez a nagyon furcsa lény, nyilván szákot használ. Igen, csak hogy ezekben a szákokban
kis hálócskákban mik vannak? Emberfejek. Tehát ezt úgy is mondhatod meg, ez egy nagyon különös horgászat, vagy halászat, ugye? Tehát egy ragadozó halászmadár, itt megint majd bejön egy problematikus dolog, a szákokba gyűjti az ember fejeket. Hát az, hogy emberfejek, az egyértelmű. Na, viszont, hogy emberfejeket gyűjt, akkor ez nem lehet valóságos állat, ugye? Na most, hogy hol is van először ez a kreatúra, ez a teremtmény? Ezek a kis pontok a sziklának a természetes erodálásából származó az eső vájta pöttyök. De hogyha ebbe a összefüggésbe helyezzük, mármint a rajzos összefüggésbe, akkor úgy néznek ki, mintha légbuborékok lennének, nem? És akkor ez az egész terület itt, mert itt kint nem látunk légbuborékokat, akkor ez az egész terület víz, ugye? Ez egy vízfolyás, tehát ez egy vízi lény. Tehát ez egy olyan furcsa halászat, hogy a vízből halászik, lásd ember halász, csak nem Krisztus értelemben, a vízből halászik emberekre ez a mitológiai lény. Na, itt aztán hatalmas egy akadályok elé van görbítve az elemzőnek a feladata, illetve a minden képessége, hogy ezt megfejtse. Tehát, hogy embereket gyűjt, emberfejeket, hát végül is az emberi testből a fej a leglényegesebb, mondhatjuk. Hát a távol-keleti vallásokban is ugye megvan, hogy a lélek kiárata, a koponyatető, és így tovább, és így tovább. Tehát most ebben nem megyek bele. Nagyon, tehát ez... Ez egy nagyon-nagyon-nagyon hosszú okunyemi mitológia lehetett ez a törzsi emberek között véleményem szerint. Tehát ez egy részlet. Talán a túlvilági élet kezdetéről van, de ez már nem mennék be ilyen fokú találgatásba. Minden esetre azért a figyelmükbe ajánlom, hogy ezt érdemes tanulmányozni, a legapróbb részleteiben is. Még azt is látjuk, hogy nagyon-nagyon különböznek ezek az emberfejek antropológiailag és szinte rasszban is. Itt például láthatunk egy emberfejet, amely valószínűleg, hát, mint hogy a tetoválva lenne, de hát a tetoválást egyébként Szibériában nagyon sok ősi nép használta. Hát erről körülbelül ennyit tudnék mondani, tovább. Igen, ez egy csodálatos. Ha már a tetoválásról volt szó, szóval egyértelműen egy tetoválás jel. Azt láthatjuk rajta, hogy ez egy nagyon magas rangú valaki lehet, különleges szerepű. Én koronás sámán királynak neveztem el, ugye egyébként nem véletlen, hogy az Ermitásban van. A koronát a
azt tudjuk, hogy mit jelent. Érdekes módon, amiről már beszéltem korábban, a lándzsaszerű eszközök, amiket a kezében tart, ez váltott ki a legnagyobb vitát az orosz elemzők között, hogy ez az egyik teória szerint ez egy fegyver, lándzsa, másik szerint ez egy kalászos növény, de hogyha ez tényleg sámán király, vagy sámán, de hát azért ez a megkülönböztető jelen véletlen van rajta, akkor megkülönböztetett hatalommal is rendelkezik. És szintén például a tuváknál és a sorolhatnék egy-két népet, tuváknál egyértelműen ismeretes, hogy a sámán a villámoknak tud parancsolni, tehát a villámok felett uralkodik. Nem véletlen, hogy a sámán kiválasztásban is a villámnak nagyon nagy szerepe van. Sok helyütt úgy választják a sámánokat, hogy aki átélt ilyet és életben maradt, az egyértelműen, hogy az csak sámán lehet, ugye? A másik dolog, aki a közelébe került, tehát a villámtól sérüléseket szenvedett, szintén, de hordozza annak a jelét, az szintén abból sámán lesz. Ha akar, ha nem. Mert ez a sámánság az egy kijelölt út. Tehát az a sámának is azt mondják, a törzs tagjai is belül tudják, hogy a sámán az égi hatalmak által lett kijelölve. Tehát nem cserépszavazással döntötték el, hogy ki legyen a sámán. Tehát annak alkalmasnak kellett lennie, és az a bizonyos személy, hogyha így adódott rá alkalom, a régi sámán hosszú ideig tanította. Hosszú ideig tanította, és amikor, hogyha elköltözik a túlvilágra, akkor ugye legyen helyettese, és utána volt az a lépcsőfok, amiről már beszéltem, hogy vagy egy csörgőbotot, vagy botot, vagy csupa nyírfabotot, háromágú botot, burjátoknál például, déli burjátoknál háromágú botot kapott, vagy kap, és csak utána kapja meg a szent dobot, ami szintén egy átalakuló dolog, mert a szent dob az át tud alakulni iramló szarvassá, lóvá, bikává, stb. És az a túlvilági utazásai során a segítségére lehet. De a szent dob, a szent persze idézőjelben, tehát a dob, a sámán dob átalakul a fegyverré is, hogyha a törzsi kérések kapcsán valami szellem erő elé folyamodik, és harcba kell bocsátkozni a törzs érdekébe, vagy a saját lelke védelmébe. Tehát ilyen értelemben ugye a lándzsa, a villám is fegyver, ugye? Amivel a saját lelkét, a törzs kéréseit ki tudja esdeni, kérlelni szellemhatalmaktól. Tehát
azért vitatkoztak oly hosszan ezen a dolgon. Hát a három szemről nem beszélek, hát a nyilván nem ilyen kifejezéssel, de a harmadik szemről ugye hallottunk, hogy ez mit jelent, hogy ez a léleklátást jelent. És amiről beszéltem előbb, hogy a sziluett több vonallal van megjelölve. Ugye? Látjuk itt is. Tehát ez már egy elköltözött, vagy rá visszaemlékező megjelentés. Tehát egy régi, nagy hírű sámánnak a megjelenítése, vagy az emlékének a megjelenítése, vagy az ő elejének a megjelenítése. Jó, köszönöm. Igen, hát ez egy nagyon világosnak tűnő ábrázolás, farkas szellem, vagy szellem farkas, vagy ember farkas, vagy farkas ember. Lehet itt az értelmezéseket gyorsan variálni. Minden esetre elég rossz szándékonat mutatkozik ez a szellem. Én inkább hajlok rá, hogy szellem. Hiszen gondoljuk bele, hogy a sztyeppei népeknél, a nomád népeknél a farkas az a futó tűz után, ugye, ami nem élő lény, a futó tűz után, de annak is van egy megjelenítése az okonyebbi kultúrában. A futó tűz, Bortala egyébként a neve, a Bortala tűz után a farkas volt a legnagyobb veszélyforrás, hiszen a lovakra, a használatokra mind veszélyt jelentett. Tehát ugyanakkor az éjszakai settenkedését is jelzi, mert itt festéknyomokat is találtak benne, és nem vörös színűt, ami az életnek a jelképe az eseteknek a legnagyobb részében, hanem ez sötét színű, valóban ugye, hogy a ábra is mutatja. Tehát ez az éjszakában settenkedő, mindegy, hogy valós farkas vagy szellem farkas, hiszen a valós, tehát itt megint a kettéválás, hiszen a valós farkas is a támadása során egy gonosz erő mozgatja. Tehát teljesen mindegy, hogy most egy valós farkas ábrázolt, vagy a szellemi mozgatóját. Na, akkor következő. Igen. Ez is ez azért fontos, mert ez valóban egy stíl, hát az, hogy stilizált, azt én adtam neki, mert a okonyebbi ábrázolásokhoz képest ez igen egyszerű ábrázolás, tehát néhány vonallal van megoldva, hogy valamiféle abancsot vagy valamiféle sámán koronát visel, azt látjuk. És ugyanakkor megint itt a művészi ábrázoló zsenialitás, hogy ezek a lágy vonalak, nézzük meg a térd, tehát olyan finom, hogy egyértelműen, számomra egyértelműen ez a lágy, semmi szögletesség nincsen benne, ugye? És az arc is nagyon finom, van ábrázolva, annak ellenére csak a szem meg a száj. És a hakaszoknál női és férfi sámán is lehetett. Én reményem szerint ez egy női sámának a rajza.
Hát itt lehetséges, hogy ez a bizonyos bot, amiről már Csálánbot látható. Tehát mondjuk az, hogy a Sámán korszakának az első felében van. Jó, hát igen, ez egy nagyon érdekes, ez szinte minden tudós szakember megegyezik abban, hogy ez egy sámán sír. Nagyon érdekes, ami a mai kor emberének sokat mond. Ezek sírmellékletek, ugye? Ez látható, ugye, egészen közelről, illetve itt csak kontúrszerűen. Hát nem tudom, hogy onnan mennyire látható ez. Ez egy kígyó, és ott a szájában van még egy kígyó. Tehát itt a felsőnél jobban nem lehet jobban ezt nagyítani sajnos, de higgyék el, hogy ez két kígyó. Az egyik kígyó lenyeli a másikat. Ez megvan faragva nagyon aprólékosan. Most ez nem kőből van, hanem szarúból. És egyértelműen egy varázserére utal ennek a mondandója. Tehát ez nem nagyon tartozhatott a törzs bármelyik tagjának a tárgyai közé. Tehát szinte mindenki egyetért vele, hogy ez vetett a sámának a, mondjuk így, hogy varázspálcája, amit használt. Ez úgynevezett emberszerű melléklet, ami a túlvilági utazás segítette a földi életében is, és a sírjába is betették. Itt a cserépedény különböző aspektusban mutatva, ez az alja, ez pedig a díszítése. Ez egy ilyen nagyon gazdag, búrjánzó díszítés, ami utal arra, hogy a túlvilági élet gazdagsága fogadja majd a sámán. Ez a Csernovajában talált 8. sír. Csak egy gondolatra visszaugrok, hogy az előbbi, hogyha visszatérhetünk egy pillanatra a sámán királyhoz, hogy igen, hogy már hogy ez is sámán sír, és már ekkor fölbukkant, tehát ebben vörös festéknyomokat találtak, azaz az életre utaló. Ezt úgy képzeljük el, hogy ez egy 55x67-es kőlap, és ez szabályosan a halott körül volt, de csak a halott idézőjelben a szarkofágjának egyik oldala, és ez a kép befelé nézett, amikor megtalálták. Tehát a sámára önmaga túlvilági valója tekintett rá. És a bőrszín egyértelműen a túlvilági való életfolytatását jelentette. Jó, ezt csak azért mondom, hogy ebben rímel, amit a
csernobajai Sámán sírról mondtam. Jó, akkor esetleg, hogyha valami kérdése van, szívesen válaszolok. A tengeri hittel kapcsolatban, ugye, hogy ez általában a sztepei, pusztai népeknél, lovas népeknél volt, hát itt ugye még elő vagyunk időben, hogy itt is lehetett a tengeri vallás. Hogy ne, erről beszéltem is, hogy tulajdonképpen a türk birodalom fölemelkedése, amiről ugye szó volt a múltkori előadásban, tehát amikor a avar kaganátust megdöntötték, attól kezdve terjedt el, de volt egy ősibb változata, ami észak felől, tehát a Bajkál-tó vidékéről indult ki. Na most nagyon sok tudós, tehát ezt észak és nyugat irányba egy ilyen meredek szögbe képzeljük el ezt az útvonalat, Közép-Ázsia szívében, tehát Bajkál a turáni alföldnek a földrajzi magasságában, tehát Dzsungária, Tarim-medence, és akkor úgy haladunk a turáni alföldig, tehát ez az útvonal, ahol a tengrizmus elterjedt, de mondtam, hogy ez népenként nagyon sok eltérést mutatott, azért kapta ezt a nevet, mert a főisten, vagy ez nem főisten, ez félrevezető, tehát a egyisten hitük volt, tengri, az mindenütt ugyanaz volt. Tehát ahhoz fűzték. Hát ezt úgy kell elképzelni, hogy praktikusan is a nomád népeket nagyon sok szál kötötte össze. Hiszen egymásra voltak utalva, ugye, hogyha, persze akkor, hogyha nem voltak ellenséges szándékai. De egyébként legelőben, édes vízben, minden sztyeppei népnek ugyanaz kellett. Na most az édes vizet, a legelőket kellett figyelembe venni egy sztyeppei népnek, és hogy milyen ellenséges erők veszik őket körbe. Na ez a három tényező volt az, ami eldöntötte, hogy egy sztyeppei nép az sokáig egy helyen maradhat, vagy tovább kell vándorolnia. De a hitüket, ugye azt az hozott hitüket megőrizték, és hát itt természetesen akkor itt már visszakanyarodunk ugye a fekete hunokhoz, aztán később ugye a fehér hunokhoz, az avarokhoz, tehát fehér hunok, a heftaliták, stb. És akkor így, de hát ez már beletorkolik a 6., 7., 8. századi eseményekbe. Ezt tudnám mondani. Igen? Még egy kérdés nekem, a farkas tűnt fel, ugye, hogy itt gonosznak volt ábrázolva. Igen. És a későbbiek folyamán ugye a török népeknél meg szent totem állatok volt, sőt a mongoloknál is ott kék farka, törököknél szürke farka, de minden. Igen. Tehát közép-ázsiai ilyen török népnél ott általában szerepel a farkas. Igen. Hát ez elég világos, hogy mi az összefüggés. A farkas azon kívül, hogy esetleg valakinek nem a szívéhez közel álló, az erő jelképe. A bátorság. Az erő, a bátorság, a kitartás. Tehát a sztyeppei népeknek a háború volt az éltető eleme. Tehát
aki nem vette föl a háborút, az gyakorlatilag öngyilkosságra volt ítélve. Tehát igazából a sztyeppei népek nagyon-nagyon leegyszerűsítve, bár ez már időben jóval később zajlódik, mint amiről beszéltem az okunyevi kultúra, általában úgy éltek, hogy ha meg kellett indulniuk a sztyeppén valamely irányba, vándorolni, mert vagy a vízből, vagy a legelőből kevés volt, vagy ellenséges erők vették őket közre és kényszerítették távozásra, akkor megindultak, de ugyanazt a taktikát követték, mint aki megtámadta őket, mert ők is megtámadták a velük egyen erejű népeket, vagy náluk gyengébbeket, és ugyanúgy a tovább haladtak, hát ez a népvándorláskor pontosan nyomon követhető, hogyha sikerrel jártak, akkor mindenütt hagytak egy bázist, ami az utánpótlás, stb. Hiszen olyan hatalmas nagy területet ellenőrzés alatt még annyi embert ellátni, tehát nem lehetett ezt megoldani. Tehát a nyomukban mindig voltak hátrahagyott haderők, raktárak, stb., amiből tudták. Hát ez az úgynevezett a modern történetben úgy hívják, hogy akció radix, hogy meddig terjedhet el egy népnek a hatóereje, katonai hatóereje. Talán mondok egy példát, ami klasszikus példa, hogy a Hunyadi féle hosszú hadjárat azt azért kellett ugye abba hagyni, mert már 1500 kilométernél messzebbre már nem, ott kifulladt minden. Tehát a utánpótlás, a haderő, csak ez megint akkor már előre jöttünk korba. Még egy kérdésem benne volt, az a sámán ábrázolásról ilyen egy kerek, egy kör volt, és egy ilyen bot volt a... Igen, az a enigmatikus sámán az elején van. Igen. Még ebben. Na most egy picit. Nekem úgy tűnik, mintha ez egy ilyen sámán dob lenne esetleg a dobverővel. Igen, csak... Fölfüggesztve a testélet. Igen, csak hát... Most nem nincs használatban a dob, hanem föl van akasztva a vállára, vagy a derekához erősítve. Nekem úgy tűnik, mintha egy sámán dob lenne. A kiemelés az mindenképpen erősíti ezt a magyarázatot. Hát mondjuk a dobverőnek az alakja azért elég furcsa, igen. Meg a dobverőnek a mérete is elég furcsa. Na most nekem itt az jutott eszembe, hogy a bot, vagy az a megelőlegezi a sámánságot, és aztán a kerek az lehet a dob, tehát ez a két szimbólum. Lehet, hogy egy jelkép, egy összevont jelkép. A sámánból is egy a bot, sámán bot. A bot igen. És a dob. Igen, hát nagyon jó tetszett mondani. Igen, ez... Most kezd. Igazi sámánnál van. Igen. Lecserélni a botot. Igen, mert hát ugye ez a fény aura is ott van már rajta, már rejtőzködik, de akkor még látjuk. Hát, tehát, hogy mondjam, itt ilyen ingoványos területre értünk be. Itt már... Végigazó voltunk. Művészete, de minden esetre ez tényleg szimpatikus dolog, hogy ez a sámán dob, az
mindenképpen, de ez az összevont dolog, hogy, hogy a bot is, meg a sámándom is, tehát már akkor kiérdemelte, mint a kettőt ezek szerint. Igen, de hát lehet, de ez sámán dobverő is, ugye, mert az a kis rész... Nem lehet, ez arányaiban nem túl nagy. Éppen az a meg ez nagyon... A botnak a tetején. Igen. Amit fogunk. Most válik sámánnál már. Vagy most már megérdemelte a botot. Vagy a dobból átszáll a erőben. De most, hogy most ez sámánnál válik, vagy nem, valószínűleg ez már sámán, mert a kezében szerintem ez egy ez növény. Az biztos. Az, a növény pedig ebben az esetben csak életet jelenthet. Tehát egy olyan alak, aki az életet tartja a kezében, vagy az élettel áll, olyan összefüggésben, hogy ráhatással van, az már valóban sámán. Ez a legtitokzatosabb rajz szerintem. Igen, hát az a szág, vagy ember fejeket gyűjtő lény sem. Az, igen, az is. Az is. Egyik kedvencem. Hát a holt lelkeket gyűjti össze? Olyan? A holt lelkeket gyűjti össze a világba? Nem hiszem, hogy ilyen... Vagy kiengedi a zsákjából, meg fordítva is lehet. Hát azért mondom, hogy a furcsa módon ember halaszként fordítva is lehet, hogy a... tűnik föl, csak hát... Honnan jön az ember? Tehát honnan jön az élet a vízből? Valahogy egy ilyen is, most magyarázom mindenféle érzéket, teljes abszurditások, de... Igen, ezek már a modern európai embernek a kitaposott ösvényei, úgyhogy valószínűleg egyrészt ez nem Európa, ahol ezek készültek, ez a sámánizmusnak a szülőhelye. Hát azért nem csak a modern emberé, hanem Jáma Isten a hindu mitológiában, az is így csinálja. Igen, az is halászik az életet, a halászat. Hát, a hátára veszi őket. Igen, csak hát a lelkeket. A szibériai ősnépeknek nem hiszem, hogy volt kapcsolata Indiával. Mindegy. És mikor érthető tetten az, hogy az embernél megjelenik a túlvilág gondolata. Az első perc. Ami mikor volt az első perc? Konkrét adatot, hogy adatszerűséget kér, és az ugye biztos. Azt tudom mondani, hogy a Zagrosz-hegységben, hogyha tudja hol van, ott Irán-Irak határ, ilyen észak-déli nyúlványú. Ez egy ilyen középhegység. Ott találtak egy temetkezést, aminek a korát 65-70 ezer évre teszik. Színes volt esetleg? Vagy? Mindjárt elmondom. Hát 65-70 ezer évre teszik a sír korát, illetve az ott talált csontváz korát, ami különösen érdekessé teszi, és a halott kultuszra enged rávilágítani, az, hogy a környékben tárgyi leletet nem találtak. De itt válaszolva a kérdésére, a talajt megvizsgálták. És a talajnak az volt az érdekessége, hogy rengeteg sok tucatnyi virágpollen találtak. Tehát ez a halott, akit ott eltemettek ebbe a kávám, barlangszerű bemérdésbe, ez a halála után ezt virággal bebontották az egészet.
Tehát ez egyértelműen már a halott kultusz bizonyítja. Tehát még ugye egyszerű formában, de a halott kultusz az egész biztos, hogy még régebbi. Még régebbi. Hát, hogyha a vadállatoknak a lelkét tisztelték, mert ugye erre is találunk példát, például a franciaországi barlangban találtak olyan állatszellem, mert állatszellemnek állítottak tulajdonképpen emlékművet, hogy gúla alakban össze voltak rakva medvekoponyák. Szabályos gúla alakban. És úgy voltak megerősítve kövekkel, hogy az ennyi idő alatt nem omlott le. Na most, hogyha ebből indulunk ki, hogy az állatok lelkét ennyire tisztelték, akkor az emberi lelket is nyilvánvalóan tisztelték, és a legrosszabb esetben is ebben egykornak kell lenni. Tehát... Egyébként az indiai tudósok, az ember rejtés története, az a könyv cím, és 500 millió évre tárgyi bizonyítékkal, és ezt nagyon hangsúlyozom, tárgyi bizonyítékkal vezeti 500 millió évre vissza az ember történetét. Most a tárgyi, hogy például a kőszénben benne van a tárgy, de nem úgy, hogy így lukat futtak és beleesett, hanem vele együtt szenesedett el a környék. Igen. Óra szerkezetet például. Hát itt ezt nagyon pontosan kell, tehát az, hogy a nyomrögzítés az mennyire pontos, ez nagyon fontos, mert hogy van valami, ami hasonlít valamire, ilyen van. Tehát még az egyiptomi falfestészetben is találunk olyan sírfestészetről beszélek, kamrafestészetről, olyan tárgyakatnak a lefestett képét, amiről az ember azt mondja, hogy hát ez itt egyértelműen ez egy technikai eszköz. Villanyvezet, igen. Például, vagy egy villanykörte, vagy ilyesmire, igen. Tehát, de hát, na ez az a látásmód, amit mi nem tudunk fölidézni. Tehát lehet, hogy nekünk az ugrik be, hogy az egy villanykörte, mert nekünk mindennapos eszközünk és használati eszközünk, és ebben nagyon sokat találkozunk. És logikus is lenne, ugye, hogy azt használták, hogy megvilágítsák ott a sötét járatokat. Na de a szemlélet alapján mondhatnám azt is, hogy az nem villanykörte, hanem az egy padlizsán, ugye? Mert az a padlizsán is mindenkörte alapja van. Például, és nem tudom, a padlizsán szent növény volt, és akkor úgy gondolták, hogy valami ambróziát, ugye, esznek a túlvilágon is. Tehát ez ilyen értelemben ez a magát, a szemlélet módot, hogy hogyan szemléljük a talált dolgokat, ezt nem tudjuk rekonstruálni. Milyen lényegi tartalmi különbség van a sámán és a tártos között? Van-e? Hát persze. Hát a leglényegesebb az, hogy a tártos az magyar. Tehát a tártos hit az tulajdonképpen egy olyan értelemben kiemelt, hogy önmaga döbben rá. Önmaga döbben rá arra, hogy milyen szerepet kell. Tehát
a sámán kiválasztodás, vagy sámán utódlás kérdése Szibériában nem így történt. Tehát, hanem az öleszmélés. De ez a személyben, dőlt el. A személyben dőlt el. Na de ez nem negatív értelemben, hogy én kineveztem magam. Nyilván. Mert ennek voltak olyan attribútumai, olyan elengedhetetlen feltételei, amiket kellett produkálni. Ez köz elfogadó. Ráébred. Igen, ez az eszmélet. Nem egy kényszer, értem. Hanem egy ráébredés, amilyen szüksége van bizonyos belső és mindenféle dolgok. Köszönöm, és gondolom, hogy a tátos fogalom idő alatt változhat. Ma például kire mondhatjuk azt, hogy tátos? Hát ma már nem mondhatjuk senkire. Senki. Nem. Gondoljunk arra, hogy hogy milyen nagy kontroll alatt volt a tátos kiválasztás és a például a gyógyító asszonyok vagy vajákolóknak a személye mutatja, hogy első Béla például több ilyen vajákos asszony börtönbe vetett, mert azt állították, hogy varázserővel rendelkeznek, és Béla becsukatta őket, és nem adott nekik se enni, se inni, és hát igen gyalázatos módon halt meg az egyik, úgy halt meg, hogy a saját húsát rágta le. Ugye teljesen lesabályozott. Tehát ez csak miért mondom? Azért, mert hogy igen erős és kemény kontroll alatt volt ennek a... Tehát akkor képzeljük el, hogy a tátos véleményének a kikérdezése. Hát a tátos véleményét még Szeren is, ugye, puszta Szeren is kikérték, ahol 104 nemzetségfő volt jelen, és akkor vitatták meg, hogy melyik nemzetségnek mi a területe. Ugye hát ez volt a puszta Szeri 39 napnak a feladata. És ebben a tárgyalásban tátos is, a tátos véleménye is keményen számított. Tehát azért mondom, hogy ez tehát nem ilyen, majdnem azt mondtam, hogy mesebeli alak volt, mert a népmeséink 90%-ban a valóságot mondják el, csak egy kicsit más történet beillesztik, de a népmeséinknek az alapjai azok nagy részt valós, tehát a társadalomban, a magyar ősi társadalomban valós személyek voltak. Köszönöm.